Dombóvár Szőlőhegyre tart ez a busz. Jól látszik, hogy a jármű ütött-kopott, annyi lázárokat nem lehet kinyitni, sőt, légkondicionáló sem található benne, vagyis a mai kor követelményeinek nem felel meg. Többek között ezért döntött úgy a városvezetés, hogy kikérdezi a lakosok véleményét a szolgáltatás minőségéről. Ezek alapján úgy döntöttek, felmondják a szolgáltatóval a szerződést. Ez volt az a napirendi pont, amely mentén az a szakmai munka elindult, amelyről döntöttünk, hiszen a jelenlegi helyi járatos buszos szolgáltatóval felmondtuk a szolgáltatási szerződést, és egy szakmailag nagyon jó előkészített beszerzési eljárást kívánunk lebonyolítani, hogy október 1-től olyan szolgáltató állasson Dombaváron munkába, aki a legnagyobb mértékben ki tudja elégíteni azokat az igényeket, amelyek Dombaváron felmerülnek. Az igények felmérésével kapcsolatosan történt egy elektronikus közvéleménykutatás. Ezek alátámasztották azt a döntést, amelyet hoztunk, hiszen alapvetően a gépjárművek komfortfokozatával, műszaki állapotával, a klíma hiánya, a nyitható ablakok hiányával kapcsolatban merült fel a legtöbb észrevétel, illetve amit mi is gondoltunk és láttuk, hogy megoldásra szorul, az, hogy a helyi járatú buszok működési időszakát bővítenünk kell, ami azt jelenti, hogy reggel az 5-ös vonatra már odaérjen, aki haza szeretne utazni, és aki 10 órakor a legutolsó Intercity-vel érkezik a Dombaváról, az haza tudjon utazni. Természetesen, mint ahogy kiderült, itt a hálózat tervezésnél és a buszok menetrendjének összeállításánál, alapvetően a vasút a legnagyobb kihívás Dombavár életében. Vagyis a buszok menetrendjét is a helyi igényekre szabnák, annak érdekében, hogy a vonattal közlekedők és a gyárakban, több műszakban dolgozók is elérhessék járatukat. Az Intercity éveken keresztül Dombaváron találkoztak egymással, ez megváltozott, Sázsdon találkoznak, ezért a Budapest felől érkező Intercity-t követően Sázs felől a Pécs felől Intercity csak 15 perc múlva érkezik, ezért azt tűnt logikusnak, hogy aszimmetrikusan egymással szembe lévő helyi járatokat tudunk indítani, így minden Intercity-hez csatlakozik helyi járatobusz. Nagyon fontos, hogy ezen túlmenően azokat a cégeket, akik Dombaváron több műszakban dolgoznak és 10 órakor végeznek a munkavállalókat is haza tudja szállítani, illetve igénybe tudják venni a helyi közlekedési buszt. A városvezetés fontolgatja, hogy a volánbuszt is bevonja a helyi járatos szolgáltatásba, ami szerintük számos előnnyel jár majd. Több helyen már elfogadott protokoll szerint a volán busz, helyi járatos busszal azonos bérleteket elfogadja, és nyilván így a lakosoknak nem kell duplán bérletet vásárolni helyi járatú és a helyközi buszokra. Július 15-éig elkészül az a szakmai anyag, amely mentén a beszerzési eljárást le tudják majd folytatni, és kiválasztják a legjobb ajánlatot adó céget. A pandémiát követő első nyilvános testületi ülésen a dombóvári önkormányzat elfogadta többek között a város 2021-2025-ös szezonra szóló közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját, valamint a testület támogatta a dombóvári kábítószerügyi egyeztető fórum megalakulását, aminek elnökévé Németh Tíma alpolgármestert, társelnökévé Gábor Zoltánt, a dombóvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét választották. Csak pozitív dolgokról tudok beszámolni, hiszen nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, de egyébként a mindennapok nem sok okot adnak rá, hála Isten, hiszen azért Dombaváron és a Novári járásban kiemagasztóan jó a közbiztonság. Mint érzett ez embereknek és valóságban meg ez létezik is. A testület elfogadta többek között a Dombóvár és környéke kistérségi ivóvízminőségjavító társulás, valamint a Dombóvár térségi szennyvízkezelési önkormányzati társulás beszámolóját is, valamint a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásról is beszámolót hallgathattak meg. Igazán nagyon kevés probléma merült fel a hálózatba, illetve azokat a bővítéseket, amelyek a lakosság igényét minden esetben el tudtuk végezni. Természetesen ezek időt vesznek igénybe, 60-90 nap, de azt gondolom, hogy minden esetben a lakosság igényeknek megfelelően tudtuk bővíteni a hálózatot. A testület döntött arról is, hogy támogatják a diákmunkaprogramot, továbbá, hogy egy környezetvédelmi programot készítetnek el a jövőben.